Sziasztok! Tudjátok, mostanában kikristályosodott bennem egy gondolat, hogy amíg a legtöbb kínai daggyártó azzal van elfoglalva, hogy a termékeik a mérési eredmények tekintetében rálicitáljanak a konkurenciára, addig más cégek inkább már arra összpontosítanak, hogy ne csak a mérnököket nyűgözzék le a termékeikkel, hanem olyan hangzást is kapjunk, amely egyedi és nagyszerű hallgatási élményt szerez az egyszerű földi halandóknak is. A mérési eredményekkel kapcsolatos tökély hajkurászása már odáig fajult, hogy ezekből a termékekből lassan kiveszik minden egyediség, és tök egyformán szólnak, egy-két olyan üdítő kivételtől eltekintve, mint például a Gusterdix 18-as. Persze nem rossz az a hang, ami kijön belőlük, de kis túlzással, ha egyet hallottál, akkor mindegyiket hallottad. Na ebben az alaphelyzetben talált meg engem a VMW D2 DAC, amely teljesen más filozófiával épült, mint a többi általam már tesztelt Delta Sigma DAC. Igaz, ennek megfelelően az ára is teljesen más dimenzióba mozog. A mai epizódban tehát megnézzük, hogy hol is tart a kínai high-end hifi. Nagyon sok olyan terméket teszteltem már a csatornámon, amely az SMSL házatájáról származik, és hogyha szigorúan vesszük, akkor ezt a DAC-ot is ők gyártották. A VMW Technology ugyanis az SMSL egyik lányvállalata, amelyet azért hoztak létre, hogy különválasszák a high-end termékeket a sokszor zavarba ejtően egyforma kinézetű és tudású tucat hifiktől. A VMW tehát kizárólag a csúcs technológiás termékekkel és megoldásokkal foglalkozik. Ezek a törekvések természetesen tetten érhetőek a VMW D2-es technikai részletei között mazsolázva is. Kezdjük mindjárt a brutálisan masszív alumíniumból CNC megmunkálással elkészített házzal, amely 3 kg-ot nyom, és amelyben 3 egymástól elszeparált kamrát alakítottak ki, egyet a tápegység, egyet a digitális áramkörök, és végül a harmadikat pedig az analóg áramkörök számára. Olyan ez, mintha 3 külön dobozba lennének szerelve ezek a részegységek. De itt még nem ér véget a dolog, ahogyan az már többször is szóba került a hifi lelke a tápegység, ha az nincs jól megtervezve és megépítve, akkor mindegy, hogy mit pakolunk utána. A VMW nem bízta ezt sem a véletlenre, ugyanis mindjárt 2 lineáris tápot is beleraktak ebbe a házba, amelyek egymástól függetlenül táplálják az analóg és a digitális oldalát a DAC-nak. Mindegyik tápegység egy-egy Noratel toroid transformátort használ. Ezután a transformátorokból érkező feszültséget egyenirányítják, és több fokozatban Nichicon KG és Muse kondenzátorokkal tovább szűrik azt, majd végül egy sor ultraalacsony zajjal rendelkező feszültségstabilizátoron vezetik át. A DAC szíve egy korábbi flagship DAC chip, az AKM AK4499-es. Ez az AKM-nek talán a valaha készített egyik legprémiumabb megoldása, ami szó szerint füstbe ment, amikor 2020. október 21-én tűzütött ki a Nobuokai félvezető gyárban. Az AK4499-es technikai értelemben bucira vert minden más megoldást, ami akkoriban a piacon volt, beleértve az AKM előző AK4497-es csúcs DAC chipjét is, még abban az esetben is, ha abból kettőt használtak fel dual mono kialakításban. Természetesen az egyik nagy rivális az ISS DAC chipjeivel is felmosta a padlót, szóval vitathatatlanul az egyik legjelentősebb terméke volt az AKM-nek, azt követően, hogy 2014-ben elkezdték gyártani az AK4490-est. Ennek megfelelően a VMW D2 egy szempillantás alatt limited edition termékké vált, hiszen a DAC chipek hiányában, amelyek köré az egész elektronikát tervezték, csak limitált darabszámban tudták legyártani ezt a DAC-ot. Szóval ha felbukkan egy a használt piacon, akkor mindenképpen csapjatok le rá. Egyébként tudtommal ez volt az első DAC chip a 4490-es szériából, amely nem feszültséggenerátoros, hanem áramgenerátoros jellegű kimenettel rendelkezik. Mivel ez egy 4 csatornás DAC chip,
ezért egy darab is elég belőle, hogy teljesen szimmetrikus, analóg kimenetet hozzunk létre vele, de ennek érdekében nagyon precíz áramfeszültség átalakítót kell építeni köré. Mivel a DAC kimenetén két darab OPA 16-12-es műveleti erősítőt találhatunk, ezért szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy valódi, teljesen szimmetrikus dizájn. Mégis talán ez az egyetlen pont, ahol érzek némi kompromisszumot, vagy spórolást, mert hát kétség kívül az OPA 16-12-es egy nagyon jó műveleti erősítő, és sok más DAC-ban is bizonyított már, de azért én itt inkább bevállaltam volna egy diszkrét alkatrészekből felépített megoldást, akár olyan áron is, hogy egy kicsit megemelkednek miatt a költségek. Ha flagship DAC-ot építünk, akkor legyen az utolsó technikai részlete is az, még akkor is, ha esetleg ez a végső hang szempontjából valószínűleg részletkérdés. Ezt leszámítva csak egy zavaró részletet találtam a dizájnnal és a megépítéssel kapcsolatban, mégpedig ezeket a szép aranyszínű Nichicon kondikat, amelyeket láthatóan kézzel utólag forrasztottak be az eredetileg felületszerelt kondik helyére. Gyanítom, hogy legyártották már a nyáklapokat, amikor valamilyen okból kifolyólag változtatniuk kellett a kapcsoláson. Nem mondom, hogy ennek olyan hatalmas jelentősége van, mert ezt rajtam kívül senki sem nézegeti. Mindenesetre ezt leszámítva alig ha tudok bármi kritikát megfogalmazni az áramkörök kialakításával vagy a nyáklap kivitelezésével kapcsolatban. Az AcuSilicon AS318-as femtomásodperces oszcillátorokat, a korábban említett szofisztikált tápegységet és a kompromisszummentes többkamrás házat elnézve tökéletesen érthető a ráakasztott árcédula, és ami fontos, hogy valódi értéket kapunk a pénzünkért. A DAC előlapján egy 1,9 colos színes kijelzőt találhatunk, amely nagy valószínűséggel teljesen ugyanaz, mint amit az SMSL DO 200-asban is láthattunk. A kijelzőtől jobbra található még két nyomógomb is. A felsővel a 6 bemenet között válthatunk, az alsóval pedig az RCA, illetve XLR kimenetek között. Az előlap jobb szélén egy forgatható encoder kapott helyet, amellyel a hangerőt állíthatjuk, amennyiben előerősítő módban van kapcsolva a DAC, illetve a menüben is ezzel barangolhatunk. A forgatógomb közepébe van integrálva még egy nyomógomb is, amellyel a menüpontokat választhatjuk ki, illetve ki és bekapcsolhatjuk a DAC-ot. Az encoder elég határozottan működik, de maga a gomb egy kissé lötyög, amire ebben az árkategóriában azért felhúzom a szemöldököm. Ellenben végre szerintem egy igen tetszetős alumínium távirányítót is kapunk a DAC mellé, amiért viszont jár a piros pont. Ezen kívül gyári tartozik még az a 4 tüske is, amelyen a DAC áll, valamint a hozzájuk tartozó bútorvédő alátétek is. Ezek a lábak egyébként kicsavarozhatóak, szóval ha egyedi lábakat szeretnétek a D2-es alá rakni, akkor még az is megoldható. A hátlapon mindent össze tudunk kötni mindennel is. A bal oldalon van egy pár szimmetrikus XLR és egy pár single ended RCA kimenetünk, ezután egy AS EBU, egy koaxiális, egy optikai és egy I4Z-S digitális bemenet következik, amely természetesen ezúttal is szabvány HDMI ajzatot használ. Ezek mellett található a Bluetooth vevő antenna csatlakozója, egy szabvány USB-B ajzat és egy külső óra bemenet, amelyet egy 50 ohmos BNC csatlakozón keresztül köthetünk össze a D2-vel. A jobb szélen a sort egy szabvány IEC tápajzat és a főkapcsoló zárja. Volt, aki a legutóbbi hasonló tesztvideóm után megkérdezte, hogy minek a Bluetooth vevő egy high-end DAC-ba. Amellett, hogy nem akarok úgy csinálni, mint aki nem érti a kérdést, csak annyit mondanék, hogy egy ilyen Bluetooth vevő modul fillérekbe kerül, szóval miért ne? Ez egy kényelmi funkció, amit nem kötelező használni, és ha éppen nem használod, még áramot sem kap ez a modul, tehát olyan, mintha nem is lenne benne. Őszintén szólva, én például ki sem próbáltam ezen a konkrét DAC-on a Bluetooth működését, annyira nem érdekel, de azt azért nem gondolom, hogy csökkenteni az eszköz értékét vagy tudását, az a tény, hogy ez is benne van, és szerintem sznopság mást állítani. A DAC menürendszere jól átgondolt, és természetesen nagyon részletesen tudjuk vele paraméterezni a D2-est. Az első menüpontban a 6 bemenet közül választhatunk. A következő menüben az analóg kimeneteket állíthatjuk be, valamint azt, hogy a DAC invertálja-e a dekódolt jelünket.
ki tudjuk választani, hogy csak az XLR, csak az LCA, vagy mindkét kimeneten megjelenjen-e az analóg jelünk. Az ezt követő menüpontban az időzítés módját tudjuk változtatni. Normál állásban a DAC saját órája fog újra időzíteni mindent, ami az USB bemeneten keresztül érkezik, illetve a forrás eszközök órája lesz a mérvadó a többi digitális bemenet esetén, ahogyan ezt a legtöbb DAC-nál megszokhattuk. Az external USB állásban a DAC az USB forrásból érkező jeleket a csatlakoztatott külső órával fogja újraidőzíteni, de a többi bemenethez a DAC a saját beépített óráját fogja használni, végül az external all menüpont kiválasztásával az összes digitális bemenetről érkező jelet a csatlakoztatott külső órával fogjuk újraidőzíteni. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy szinkron adatátvitel esetén, mint például amit az ASFU, a koaxiális, az optikai vagy az I4Z-S bemenet használ, mind a DAC és mind a forrás eszköz ugyanazt az óralapot kell, hogy használja, különben csak zajt fogunk hallani. A következő menüben a DAC órájának a frekvenciáját változtathatjuk meg, illetve van itt egy automata állásunk is. A soron következő menüben az optikai és a koaxiális digitális bemeneteket finomhangolhatjuk, normál üzemmódban kizárólag a D2-es beépített digitális interfész fogadó áramkör kezeli a beérkező biteket, majd azokat tovább passzolja a DAC chipnek. Ezáltal rövidül a digitális jel útja, de így egy csomó hasznos funkciót is elveszítünk. Ellenben processzor módba kapcsolva a D2-es az XMOS processzoron fogja keresztül küldeni az optikai és a koaxiális digitális bemenetek felől érkező biteket. Az XMOS processzor képes az olyan komplex feladatok ellátására, mint például az MQA vagy a DSD over PCM jelek megfelelő előkészítése a DAC chip számára. Ezt követően 6 PCM szűrő közül választhatunk. Ehhez kapcsolódóan megjegyezném, hogy nem sok DAC-nál voltam képes ténylegesen hallani bármiféle változást, amikor ezek között a szűrők között váltogattam. Nos, a D2-es az üdítő kivételek közé tartozik. A következő menüpontban a DSD forrásokhoz kapcsolódó szűrőnek a sávszélességét tudjuk állítani. Ezután azt állíthatjuk be, hogy a DAC előerősítőként működjön, tehát tudjuk-e szabályozni a hangerejét, vagy az fix maximális hangerővel szólaljon-e meg. A következő három menüpontban az I4Z-S bemenetet paraméterezhetjük fel, és elsősorban a forráseszközünknek megfelelő HDMI lábkiosztást határozhatjuk meg ezekben a menüpontokban. Én még nem igazán találkoztam olyan forrással, amelynél az alapbeállítás nem működött volna, tehát kicsi az esélye, hogy ehhez hozzá kelljen nyúlni, de ha mégis eltér a forráseszközünk I4Z-S kimenetének a lábkiosztása a megszokottól, akkor ezekben a menüpontokban korrigálhatjuk azt. A következő menüpontban azt állíthatjuk be, hogy a távirányítón található FN gomb megnyomására milyen gyors funkció aktiválódjon. Ez lehet az RCA és az XLR kimenetek közötti váltás, vagy éppen, hogy mindkét kimenetre egyszerre küldjön neki jelet a DAC, illetve a Bluetooth vevő bekapcsolását is felkonfigurálhatjuk az FN gombra. A dimmer menüben azt állíthatjuk be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a kijelző, ha éppen ezt szeretnénk. Végül a Brightness menüpontban a kijelző fényerejét állíthatjuk be 6 lépésben. A legutolsó Reset menüpontban vissza tudjuk állítani külön a Bluetooth vevőt vagy az egész DAC-ot a gyári beállításokra. Mielőtt a D2-es hozzám került, a Gusterd X18-as volt számomra az a DAC, amelynél azt gondoltam, persze némi túlzással, hogy amit egy Delta Sigma DAC chipből meg lehet építeni, az a Gusterdnél közel ki lett maxolva. Nos, természetesen tévedtem, hiszen mindig van jobb, és a D2-es erre egy tökéletes példa. Tonalitás szempontjából a két DAC egyébként szinte egyforma, hiszen mind a kettő alapvetően neutrális hanggal rendelkezik, és nem akarja a saját képére formálni a zenét, hanem inkább csak azt akarja megmutatni, hogy mi az, ami konkrétan a felvétel rögzítésre került. Ennek megfelelően nem színezi a D2-es sem a zenét, de ettől a prezentációja mégsem lesz vérszegény alul, hanem szépen kontrolláltak és erőteljesek a mélyek, barátságos és kellően részletes a középtartomány, a magas tartomány meg finoman simul a többi frekvencia tartomány mellé, és nincsenek ropogós, fájdalmasan túlartikuláltam olyan digitális magas hangjai.
Erre jön még rá az is, hogy szépen tudjuk a PCM alulátteresztő szűrővel tovább hangolni a magas tartományt az ízlésünknek megfelelően. Ami viszont egyértelmű különbség a kettő között, az a részletgazdagság és a térleképzés. A Gaster DX18-as sokkal elnézőbb egy olyan satúbbal egyszerű forrással szemben, mint a néhány dolláros diafrobot DAC-om, és például nincs lényeges különbség a között, hogy i-négyzetes bemenetet használok, vagy USB-n keresztül kötöm-e össze a Raspberry Pi streameremmel azt. A Gaster jóindulatúan bánik a gyengébb forrásokkal, és minden nagyon élvezetesen szól rajta, amíg a VMW D2 könyörtelenül megmutatja, ha valami kétpálcás bucsus cuccal próbálkozunk a bemenetén. A hangszereket sebészi pontosággal pakolja le a hangsugárzókon bőven túlnyúló térben, és emellé a legapróbb részleteket is megmutatja a zenében. Ezt a DAC-ot és a korábbi videómban bemutatott Focal Clear fülest használva kedvet kaptam az összes zeném újrahallgatásához. Ehhez a nagyon különleges és részletes térábrázoláshoz gyanítom, hogy közel van a kettős tápegységnek is, hiszen így a digitális és az analóg oldala a DAC-nak nem kell, hogy versenyezzen egymással a rendelkezésre álló energia tekintetében, és ez igencsak kifizetődő tervezési taktika. Most jönne akkor a konklúzió, kinek ajánlom ezt a DAC-ot. Hát szerintem bárkinek instant get, akinek pénze és lehetősége van megvenni, hiszen egy de facto limited editionről beszélünk, tehát korlátozott a cucc elérhetősége. Ez az eddig általam hallott legjobb hangminőségű Delta Sigma DAC, és zárójelbe tesz mindent, amit eddig a csatornámon láthattatok, de talán még azokat az egyéb Delta Sigma DAC-okat is, amelyeket az életem során hallottam, de értelemszerűen nem készült belőlük videó. Ha nagyon bele akarnék kötni, akkor három dolgot tudok igazából kiemelni. Az egyik, hogy hát ez egy VMW, akkor miért néz úgy ki, mint egy SMS-el? Az biztos, hogy nem úgy szól, mint egy SMS-el, de hát ugye nem csak high-endnek kell magadat hívni, hanem annak is kell látszani. A másik meg, ha a kijelzőn a főszint kékről pirosra lecseréljük, attól még ugyanaz a kijelző, ugyanaz a menü, ugyanaz a betűtípus, mint a DO200-asnál. Végül pedig az előlapon lévő gomb lötyögése, hát igen, milliméterekre a tökélytől. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket! We'll be right back.